A házi orvosom szerint nekem is, illetve a férjemnek is lágyéksérve van, de igencsak különböző panaszokkal fordultunk orvoshoz a diagnózis előtt. Fel tudnál sorolni részletesen, mik lehetnek a lágyéksérv tünetei férfiaknál és mik nőknél? A lágyéksérv tulajdonképpen a hasfalon keresztül, a hasüregből előtüremkedő kis hashártya tasak, amiben általában vékonybél vagy a belek előtt lévő valamilyen lágy rész türemkedik ki. Ez férfiaknál is és nőknél is egyformán előfordulhat, férfiaknál sokkal gyakoribb. A tünetek nagyon sokszor nagyon hasonlóak. Egy esetenként fájdalmatlan duzzanat alakul ki lágyéktájon, amit hogyha a beteg hanyat fekszik, az önmagától elmúlik, vagy egy kis simogatásra ez a sérv tartalom visszacsúszik a hasüregbe. Általában a kezdődő sérv, vagy pedig a folyamatosan növekvő sérv tud lágyéktáji diszkomfortot, kellemetlen érzést, esetleg égő, szúró fájdalmat okozni. Nagyon gyakori az, hogy emeléskor, erőlködéskor, köhögéskor, tüsszentéskor ez a duzzanat növekszik, nagyobb lesz a mérete. Ez egy nagyon tipikus vagy jellemző tünete a lágyéksérvnek. Természetesen anatómiai különbözőségekből kiindulva férfiaknál előfordulhat, hogy a lágyéksérv az a herezacskóba is beterjed, és nagyméretűre vagy viszonylag nagyméretűre megnő az azonos oldali herezacskó. Természetesen ilyen nőknél nem fordul elő.